A szekszárdi szurkolókon tényleg semmi sem múlott, átérezve a mérkőzés fontosságát, szépen megtöltötték ezúttal is a bajnoki elődöntő harmadik sorsdöntő mérkőzésére a szekszárdi csapatot. Bíztatták övéiket, a sárgákat szinte végig, de szembesülniük kellett a tényekkel, a bajnoki címvédő ezen a napon egy picit mindenben jobb kedvenceiknél. Gyorsabb a labdajáratásban, keményebb az egyéni, szervezettebb a csapatvédekezésben. Hát ezért is vezetett 2-0-ra a kékmezes böszörmény a második félidő elején. Ekkor, ha Vaskovec Mária közelről, majd Megyeri Boglárka egy valóban szép akciót követően még közelebbről betalál, 1-2-nél talán illedezhettek volna. Ezt követően már csak a vendég Hajdúböszörménynek volt helyzete, nem is egy, és újabb 2 góllal terhelték meg. Az utolsó 10 percben a létszámfölényes helyzetek kialakítása miatt már mezőnyjátékosként funkcionáló Hargas Anna Mária hálóját. Szekszárd Hajdúböszörmény 0-4, az aranyért át a bajnoki címvédő a Kiskunfélegyházával játszhat. A szekszárdiak akaratára, elszántságára nem lehetett panasz ezen a meccsen is, de ezúttal meg kellett hajolniuk a nagyobb tudás előtt. Múlt héten nagyon egyben volt a csapat, most nem igazán éreztem ezt. Az is benne volt, lehet, hogy hazai pályán játszottok, hogy ennyi ember előtt megint, hogy ekkora volt a tét, tudtuk, hogy igazából élethalál arcot vívunk, ha kikapunk, akkor nem fogunk döntőt játszani. Vannak sérültünk, én is még az vagyok. Horváth Kata nem tudott játszani, Kágyi Rebi még szintén fél lábbal játszik. Mária megsérült most a mérkőzésen, ezt vajon bírtuk el. Jobbak voltak, ezt el kell ismerni, nem volt ma esélyünk ellenük. Micskó Márk mindjárt azon melegében gratulált az ellenfélnek. A tréner már az első 5 percben érezte, nem tudnak úgy játszani, ahogy a böszörményi győztes meccsen tették. Az egész tavaszunk ilyen, tehát rengeteg sérülés sújt minket. A mai nap találkoztunk egy jobb ellenféllel, ezt el kell ismerni, ma a böszörmény jobb volt. Van már ezüstje és bronza is a szekszárdi futzálos lányoknak, az arany még várat magára. Sajnos. Búfelejtőként szeretnék minden bizonnyal megszerezni a második, az újabb bronzot. Tudják, a Tolnamözs ellen nem lesz ez egyszerű feladat, még úgysem, ha úgy alakul, ők játszhatnak majd többet hazai pályán.